Szevasztok, én vagyok ismét újra Mészáros Gyula. Hát, le kellett jönni meg szedni egy kis kaját, mert igen nagy szegénység van. Hát, nem tudom, hogy most mi legyen, hogy legyen, de lássátok, szóskát kell szedni, estéről legyen valami kis kaja. Hát, tegnap néztem egy videót, nem tudom, hogy a baltos gyerekről néztem egy kis videót. Hát, nem tudom az apali, hogy mit gondol magáról, de igen nagy keménynek teszi magát ez a baltos gyerek. Nagyon megeszi az Isten faszát is még tál. Akkor a, mi volt az a templomnak a falát, vagy mi a bánatot tevett az, meg valami löttyöket kavargat magának. Hát nem tudom, ha úgy van akkor, ha nézi a videót, hát nem tudom akkor, hogy kéne vele beszélgetni. De jó volna, rám tudna írni a Facebookon vagy valami. Hát, ha úgy van, akkor szerintem én benne vagyok, hogy egy kis versenyt csinálhatnánk, ha úgy van. Nem tudom, hogy hogy szereti a tojást, vagy ilyesmit, vagy bármit, ami ilyesmi kajából készül. Hát szerintem én ugyanúgy le tudnám én utánozni őt is, arról van szó. De nem tudom, majd lehet, hogy este felem én csinálok egy kis videót, azt felrakom neki, ha meg tudja nézni, de nem tudom, hogy mikor tudna küldeni valamit, választ vagy valamit, de közben lássátok, szedem a sóskát estére, kis krumplival összerakom valamit, ha muszáj vagyok enni azért egy kicsit, hiába nincsen pénz. Na, szóval visszatérve Baltosra. Hát ez a pali öcsém, hát én ezt nem értem, ezt a pali gyereket, hát most megeszik sóskát, hogy a gyomra hogy nem készül ki neki, vagy nem tudom miből van az a pali, de szerintem az a pali, hát ez talán valami izéne, ufó, vagy mit tudom én minek készült ez a csávó, de hát lehet ufónak készült, ufó nyitunk arrébb egy kicsit. Hát ez a pali öcsém nagyon kemény, amúgy, meg jó a videója is, nem az, hogy megsérteném, de mondom, ha úgy van, akkor kiállnák veled egy kis versenyre, ha arról gondolod. Ha tudsz, akkor küldjél választ, nem tudom, hogy gondolod, de jó volna küldenél választ nekem. Hát ez a mai nap is, nem tudom, olyan szar, olyan bánat, esős idő, meg mit tudom én, mi van ezekkel. Tegnapi napom azért egy kicsit jobb volt. Hát, mentem egy csepet utazgálgatni, benéztem már Miskolcra egy kicsit. Ottan, na, meg tényleg jó, hogy eszembe jutott. A nőkről, haha, ez komoly volt. Tegnap utazok a buszon. Hát, olyan sokan voltak azon a kibaszott buszon, hát én nem tudom, hogy mi van ezekkel a sofőrökkel is. De nagyon-nagyon sok ember fel tudnak venni. Ülnék lefele, volt egy nőcke. Hát, az olyan dagat volt az a nő. Nem akarom meg bántani, de az egész testét rám nyomta, úgy majdnem összelapultam. De az a nő, hát nagyon komoly volt, szegényke. Mások is alig féltek el tőle, stb. És úgy volt, amikor szálltunk lefelé a Csóri, majdnem arra esett. Úgy kellett elkapni. Hát az komoly volt, láttátok volna. Szerintem ti is görcsöltetek volna. És, ja,
meg visszatérve a pénzre. Mert ez régen, mikor volt a bánya, olyan volt, még nagyapánk idejébe, hogy az emberek lementek a bányába, dolgoztak, és amikor dolgoztak, akkor azt mondják, hogy akkor jobb volt az egész világ. Minden olcsó volt, nem úgy, mint most. Hát, szerintem van benne valami, de én nem tudok. Csak azt tudom, hogy amikor mesélték nekem, akkor azt mondják, hogy 10 forintért lehetett kapni ízét, kolbászt, meg ilyesmiket. Hát szerintem nem igazán, de mindegy, ők tudják. Hát azok a szegény emberek régen igen megdolgoztak a pénzükért. Azt mondják, hogy 10 000-nek annak örültek, amikor nagyobb pénzt kaptak, meg ilyenek, stb. De én nem tudom, na mindegy. És úgy van, hogy amikor megkapták a pénzt, ugyanúgy, mint mi, elmentek, bevásároltak, ilyesmi. Mentek hazafele, az emberek bementek a kocsmába, megittak egy-két veles sört, pálinkát. Azt mondják, ott akkor is olcsó volt. Hát most meg már szerintem igen kibaszott drágák, egy feles is. Én valamelyik nap ittam egy feles, ha hiszitek, ha nem. Olyan kibaszott drága volt, majdnem elkértek 400 forintot. Hát mondom, mi van ezzel a palival? Hát mondom, menj már innen a gyászba, hát mondom, ülj már a seggedre. Jó, de. Mondtam neki, mondom, akkor miért van ez? Mondom, hogy máshol 250. Magánál mondom meg 400, hát mondom, ne, mondom ki maga, mondom 400-ért adja, azért. Na mindegy, megvettem, megittam, de annak a pálinkának olyan vízíze volt, gyerekek, hát én ezt nem értem, hogy mi van ezekkel, még a jót is elbasszák, de én nem értem, nem tudom. Na szóval, visszatérve, utazásra. Szegény sofőröket igen sajnálom, mert azért mondom, vannak olyan hülye emberek, hogy az lehetetlenség. Egy szóból nem értenek, hogy menjenek hátrébb, vagy üljenek le, akkor a másik akkor izé kötekedik, a harmadik piszkálja a sofőrt, nem hagyja végén. Hát én nem tudom, milyen emberek ezek, de mindegy, régen, amikor mondták, hogy volt a vasút, mondjuk még most is van vasút, de régen többeket utazgattak a vasúton. Na mindegy, nézzétek meg, a vasutat megszüntették, és akkor utána a vasutat, ahogy megszüntették, az emberek is egyre durvábbak lettek, már nem fogadtak szó, mit tudom én, átkozták egymásnak, stb. Fentébb mentek az árak. Na tényleg, meg jó, hogy az árak. Eszembe jutott. Hát úgy van, hogy az árakról valamelyik nap voltam lent a Tesco-ba. A Tesco-ba úgy van, hogy 100 forintért adják, 145-ért adják a kenyeret. Más boltokban meg kibaszott drága. 400 forint, 500 forint. 1000 forint. Ha mondom, ilyen nincs, hogy 1000 forint kenyereket adnak. Na mindegy. Megveszek vakarót, kigyúrok otthon magamnak, azt jó van. Hát én úgy vagyok vele. Van, amikor egy hétig megeszem én a vakarót is, nem arról van szó. Csak hát azért, ha úgy van, akkor nem mindig vakarót tegyünk ma. Jó, ott a máró is. Na. Azt mondja, hogy is akartam még tovább szedni. Visszatérve a tényleg, jó, hogy eszembe jutott az orvosokra. Az orvosok, igen, szegények, azok is sajnálom őket nagyon. Csórik meg dolgoznak a más hülyesége véget az embereknek a végéről. De az emberek azok némék ember, én nem értem meg, hogy mi van ezekkel.
De nagyon, nagyon buta emberek is vannak a világon, sajnos. Nem. Ja, meg azt mondják, hogy az Isten. Na hát, én nem értem, hogy mi van. Régen látottuk az ember, azt mondják, hogy látták az Istent, vagy ilyesmi. Hát szerintem, hát, lehet, hogy valami van benne, de nem igen hiszem. Legalábbis én úgy vagyok vele. De nem tudom. Most is szegény vagyok, akkor miért nincsen Isten, hogy segít? Lehet, hogy ezzel a videózással úgy van, hogy fog segíteni, de ki tudja. Nem tudom. Na mindegy. Arról van szó, hogy akkor úgy van, szerintem. Hát, nem tudom, hogy van most ez a mai világ. Ja, tényleg, visszatérve, utazásom. Voltam Hongkongba, nemrég tértem haza. Nézzétek meg a fejemet, azért van így levágva ilyen kapaszra, mert ott nekik is így van. Hát, mutatgálgattak nekem egy-két ilyen Shaolin fogásokat, Kung Fu fogásokat. Mert tudjátok, régen volt az a sorozat, a Bruce Lee, azt nem tudom, hogy ismeritek-e. És azt akartam volna megnézni, hogy ő, hogy hol született, meg ilyesmi. És volt úgy, hogy elmentünk Hongkongba, vagy hát én elmentem Hongkongba, és ahogy leértünk oda, jött felénk egy kínai nő. Kérdezte tőlem, hát, vagyis hát próbált volna kérdezni tőlünk valami, csak viszont mi meg nem értettük, hogy mit magyaráz. Mit ad Isten? Volt arra szerencsénk, ott volt egy tolmácsunk, eljött velünk egy tolmács, és azt fordította, hogy mi mit akarunk. Hát, mondták neki, hogy mit akarunk megnézni, meg ilyesmi. Bevittek egy kolostorba minket. Kolostorban olyanok voltak, hogy az emberek félmeztelen voltak, akkor edzette, hát mondtam, hogy ilyen kungfutéseket csinálgattak. És ahogy beléptünk, kedvesek voltak amúgy, beléptünk, hogy már egyből mondták, hogy menjünk oda, jöttek oda beszélgetni velünk, és akkor már utána leültünk, szedtek ilyen valami kaját, tudjátok, ezt a soszik, vagy ilyesmit, és úgy volt, utána jött oda egy nagyobb emberke, mondta nekünk, hogy álljunk fel, felálltunk, mutattak egy-két ütéseket, ilyesmit, ahogy rúgásokat, ilyeneket mutatgálgattak nekünk. És ahogy mutatgálták nekünk a ütéseket, ilyesmiket, mondták, hogy jó legyen, meg ilyesmi. Mondtuk, hogy mi hol lakunk, mi Magyarországon lakunk, meg ilyenek, ott a nálunk nem tartozik, ilyenek, nem kell nekünk. Hát, ha úgy van, akkor rákot izéják az emberre. Mondtuk nekünk, hogy minek az a rák az embernek. És akkor mondtuk, hogy ez így nem jó nekünk, stb. Ilyesmi. Azt mondta az ember, azt mondja, jó van, azt mondja, de azért úgy van, akkor tanuljuk meg. Megtanultuk minden. Hónapi nappal is, ha úgy lesz, akkor teszek fel nektek egy videót, és akkor abban meglássátok, hogy milyen ütéseket, rúgásokat mutattak nekünk. Hát ha úgy van, akkor megtanulhatsátok titi is. És ha úgy van, akkor most megnézzük a bányának a részét. Megmutassa az operatőr. És úgy van, hogy mondtam viszont nektek a, hogy mondják ott a vasútat, igaz?
Lássátok, itt a hátam mögött már megszűntek a vasutak, minden. Hát sajnos, hát régen jobb volt a vasútállomás. Ha úgy van, akkor gondoljátok, lákoljatok, keressetek, nézzetek, meg amiben tudtok, akkor segítsetek. Sziasztok, viszlát!